Várunk Európa első unikornis tematikájú éttermébe, ahol az ételek nem csak eszméletlenül jól néznek ki, de elképesztően finomak is. A műsor támogatta az Egyszarhú. A bútorokat biztosította a belieni.hu, ahol most a Z-Time 10 kóddal bármekkora összegért is vásárolsz, 10% kedvezményben részesülsz. Ha támogatnád a munkánkat, vagy megnéznéd a videó reklám nélküli bővített verzióját, mindenképpen csatlakozz hozzánk a Patreonon. Egy kanapén 30 Vágó Istvánnal. Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsótime YouTube csatorna. Elindult az Egy kanapén újabb évada, az Egy kanapén 30, ami egészen egyszerűen azért viseli az Egy kanapén 30 nevet, mert hogy 30 éves lettem, és tulajdonképpen a 30 évem idoljait, meghatározó alakjait, vagy hát általánosságban a 30 évesek számára inkább ismert embereket hívok el ebbe az évadban. A mai vendégemnek valószínűleg az a név, hogy Bánhegyi László nem sokat mond, ugyanis az osztálytársam volt első és második osztályban, amikor is azzal dicsekedett, hogy ő volt egy TV felvételen, a Legyen Ön is Milliómos TV felvételén. Én annyira, de annyira irigy voltam rá, hogy ezt elképzelni nem tudjátok, de innen üzenem Bánhegyi Lászlónak, hogy nem én mentem Vágó Istvánhoz, hanem Vágó István jött hozzám. Szervusz, hello! Hát nagyon helyesen vezetted be, köszönöm szépen. Tehát ez tényleg így volt. És meg is válaszoltad az első kérdésemet, hogy vajon a 30 évesek egyáltalán tudják-e, hogy ki az a vágó? Hogyne. Hogyne. De miért? Hogyne. Hát nem tudod, mikor volt nekem utoljára műsorom a televízióban? 10 éve. Az lehet, igen. De hát ettől függetlenül én mondjuk másodikos, harmadikos, még szerintem alsó-felső tagozatban azért akkor még a kvíznek, akkor még a tudásnak, én azt gondolom, hogy volt egy olyan értéke, ami divat volt, ami menő volt. Egyet értek, igen. Aztán, hogy ezzel mi lett, erről fogunk beszélgetni. Okay. Hogyan mutatkoznál most be, azon kívül, hogy Vágó István vagy, kvízmester, televíziós, politikus, szkeptikus. Mi a te titulusod? Sose gondolkoztam, mert ezek mind... Mind? Nem tudok erre felrengető választ adni. Hát ezek mind én vagyok persze. Hát én vegyészmérnök vagyok alapvetően. És az is úgy lettem, hogy döntenem kellett a nyelvészet és a kémia között. És akkor volt egy családi kupaktanács, ahol megbeszéltük azt, hogy fiacskám, mondták nekem a szüleim, ha nyelvész leszel, akkor nagy valószínűséggel odahaza nem fogsz tudni kémcsöveket lötyögtetni és kísérletezgetni. Ha ezzel szemben vegyészmérnök leszel, nyugodtan tanulhatsz nyelveket. És ez döntött. És tanultál is, mert ugye angol, német, francia, spanyol, ezekből van meg a felsőfokút. Bocsánat, portugál. Hagyjuk itt abba. Jó, egy rakat nyelvet, tehát van még, amit interjúképesen beszélsz, illetve van még, ahol megérteted magadat. Tehát azért mondjuk attól függetlenül, hogy te nem nyelvésznek mentél, mi visz rá egy embert arra, hogy ennyi nyelvet megtanuljon? Tényleg a kíváncsiság, a hobbiból, vagy volt ennek valami oka, hogy majd azt gondoltad, mert hogy ugye még a kínaival vagy a japánnal is kacérkodtál? Mind a kettővel, igen. Tehát, hogy, nem kacérkodtam. A kínait erősen tanárnővel tanultam. Értem. Igen. Öreg fejjel már. És ennek volt azon kívül célja, mondjuk, hogyha elmész Sánkhájba, akkor az illatos csirkét ki tud kérni a... Nem. Nem, semmi. Ez biztos, hogy nem. Tehát nem ez volt. Ha azt kérdezed, hogy mi volt, akkor egy picit korábbanról kezdem. Én az emberiséget két nagy csoportra szoktam osztani. Jajaj. Az egyik, amelyik az általános iskolában gyűlölte a nyelvtant. A másik meg élvezte. Az a gyanúm, hogy ez a második csoport, ez valamivel szűkebb. Én imádtam a nyelvtant. Néha... A magyart én is. A magyart én szeretted? Is. Igen. A mai napig, imádom. Akkor de nem értem, hogy én nálam az angolnál és szeretem. Lehet, hogy lusta vagyok, vagy nem tudom, lehet, hogy elkarácsony gergősködöm ezt az egészet, de én nekem... Ezt visszautasítom a nevébe. Igen? Nem, mert figyelj, ő nem tudom, azt mondta, hogy lusta, hanem ő hiperpasszív a nyelvek terén. De valószínűleg nem is érzem rá szükségét. Tehát úgy gondolom, hogy magyarul, amit szeretnék elmondani, azt el tudom, egész jól, azt mondják, de hogy így ennyi nyelvet megtanulni... Nem, ez kifejezetten érdeklődés, hobbi,
Hát, maradjunk a kínainál. A kínait én azért tanultam meg, mert úgy döntöttem, hogy nem hallhatok meg anélkül, hogy ne értsem meg, hogy az a nyelv hogyan működik. És sikerült? Igen. Ez a része igen. Tehát én tudom, hogy a karakterek hogyan állnak össze, a kínai karakterek. Írni tudsz? Igen. Mert hogy azt mondják, hogy egyébként a nem kínai, tehát hogy aki, ha egy külföldi tanulja meg a kínai nyelvet, még sok-sok év után is ilyen gyerekszinten tud csak kínaiul írni. Hát így értem én is. Uh-huh. Egyébként voltam már Kínában, és az nagyon jó pofa, amikor emberek, szegény emberek az utcán kínai karaktereket mázolnak a járdára vízből. Tehát ez egy kalligrafikus művészet, tehát hogy hogyan kell szépen írni. Uh-huh. Ott állnak az öreg emberek egy vödör vízzel és pamacsal, és ilyen kínai karaktereket rajzolnak rá a járdára, ami aztán elpárolog. Uh-huh. És addig élvezik ők is, meg akik nézik is. De ezt azért élvezik, nem azért, mert csak szép, mert egyébként szerintem szép, hanem az, ahogy egy kínai karakter összeáll, és a kínai karakterekből összeáll egy mondat, ami teljesen más logikát követ, mint azok a nyelvek, amiket ismerünk. Uh-huh. Az nekem egy élvezet. Hát ezt tudom neked, az összes többire is ugyanez vonatkozik, csak ez valóban nagyon távol áll. Egyébként a te családod az jó módú, hogy ennyi lehetőséged volt? Ó, nem. Hát ha már kérdezed, hogy mitől a nyelvek, az apukám nyelvtanár volt. És majdnem pap, nem? Azt a mindenit. Tehát, igen. Ő katolikus pap szeretett volna lenni. Igen. Tehát akkor nem egy jómódú családban nőttél fel. Hát ugye azt mondták az 50-es években, amikor én ugye a legkisebb, legfiatalabb éveimet éltem, hogy a tanár az a nemzet napszámosa, az anyukám pedig technikus volt. Mi egy évben érettségiztünk anyámmal, mert akkor, amikor ő érettségizhetett volna, akkor épp egy társas utazáson vett részt. Ugye édesanyádat és az ő családját deportálták Auschwitzba, egy egészen különös és az állítása szerint is kalandos módon, de hazaérkezett, túlélte ő is, és ha jól tudom, akkor a nagymamád is. Igen. Mennyire volt ez egyébként meghatározó téma, vagy mennyire volt ez egyáltalán téma mondjuk? Nem azt mondom, hogy egy vasárnapi családi ebédnél. Ugye tudod a választ erre? Hiszen mindenki ezt szokta válaszolni, mert így igaz. Sehogy. Egyáltalán? Egyáltalán. Tehát amikor kezdett... Ha nem is direktbe, bocsánat, hanem olyan dolgokban, amin láttad édesanyádon azt... Indirektben az történt, erre határozottan emlékszem, hogy amikor a téma szóba került, akkor mindig elszomorodtak. És akkor én megpróbáltam kiderülni, mi ebben a szomorú, és akkor elmagyarázták, hogy hát igen, ez történt. És akkor én azt mondtam anyámmal, lehettem 6-7 éves, hogy látom, hogy a nagymama is nagyon szomorú, hát kereszteljük meg. Ó, de aranyos. Igen. Azt gondoltad, hogy ez megoldhat mindent. És ez mindent. Megoldja, igen. Úgyhogy én már meglettem keresztelve, ami nyilvánvalóan, ugye én 49-es vagyok, 49-ben születtem, akkor nagyon sok érintett család így próbált menekülni ettől a sorstól. De ez nem jelenti azt, hogy ugye anyai ágon én ezt aztán később komolyan vettem volna, de apai ágon viszont nagyon komolyan vették. Tehát az apai nagymamám az engem rendszeresen vitt misére. A napokban lesz a 43. évfordulója annak, hogy egy sajtótájékoztatón megismerkedtél a feleségeddel. De nem erről az... Nem sajtótájékoztató volt, hanem filmbemutató. Filmbemutató? Hát ő azt mondta, hogy sajtótájékoztató. Igen? Igen, egy akkor címben. Lehet, hogy én emlékszem rosszul. Lehetséges. Hát meg nem most volt, valljuk be. De nem is a megismerkedésetek pillanatáról és ennek körülményeiről szeretnélek kérdezni, hanem arra vagyok kíváncsi, hogyha most ő ülne itt, és azt mondanám, hogy öt szóban mutasd be a férjedet, melyik lenne az az öt szó? Tehát gondolkozzak az ő fejével? Kérlek. Azt fogja mondani, hogy nagyon aranyos, nagyon helyes. Nem tudok erre komolyan válaszolni. De te szeretnéd, ha komolyan válaszol. Nem, válaszolhatsz, hogy ha te azt mondod, hogy ilyen, tehát hogy ő elcukiskodna, és azt mondaná, hogy igen, jaj, hát olyan igen, mert cuki arra, és kedves. Igen, abszolút. Hát valakinek kell lenni a családban, nem? Legalább egynek kell. Nálunk is így van. Nálunk is így van, a Patrik legalább cuki. Tudod, mit én jegyzem? Egy. És három a lehetőség. Három. Igen, tudom, három. Igen. Szóval. Igen, azt mondaná.
Igen, szóval közöttünk van munkamegosztás, az élet kis dolgaiban is, nagy dolgaiban is. Mondok egy példát. Én például a pénzügyekhez abszolút nem értek. Mindent ő intéz. Ez nálunk is így. Nálatok is így? Nálunk is. Ő azt szokta mondani, hogy tavaly előtt adott nekem egy 20 000-est, fogadjunk, hogy még benne van a zsebedben. És? Benne van? Benne van, mert ha vásárolni kell, ő vásárol. Mindegy, szóval sok mindenről szoktunk beszélgetni. Ez egy jó megosztása az élet dolgainak, azt hiszem. Művelt vagy inkább, vagy okos? Én? Igen. Ez egy aljas kérdés. Köszönöm szépen. Úgyhogy egy kicsit komplikáltabb választ adok. Jó. Nem tudsz úgy művelt lenni, hogy közben azért egy kicsit ne volnál okos. Megmondom miért. A műveltséget nem, üzenem most nagyon sok ember, a műveltséget nem vetélkedőkből szedi fel az ember, és nem kvízkönyvekből, hanem érdeklődésből. Úgy fogod tudni megjegyezni a műveltségi lexikákat, hogy ez a dolog téged érdekel, és összefüggésbe tudsz hozni dolgokat, például azt fogod tudni, hogy a Mohácsi vész alatt ki volt az angol király. És fordítva működik? De ez nem fordítva nem. Nehezen. Azt hiszem, hogy nehezen. Tehát még egyszer, jó a kérdésed, és engem állandóan ezzel szoktak cseszegetni a másik oldalról. Hát ez egy buta ember, mindent leolvasott a képernyőjéről. Holott nem ismert a fülhallgatódban, a fülmonitorban mondtak mindent. Tudom, de hogy... Ne csináld már te is, nagyon szépen kérlek. Kifizet téged ezekért? Ha ezt te tudnád. De most már sejtek. Jó, azért mondjuk el, hogy a licenszben is egyébként tilos volt. Nem csak azért, hogy neked ne segítsenek, hanem pontosan azért a hatalmas nagy botrány miatt, hogy nehogy kiszivárogjanak a kérdések. Így tehát a műsorvezető van. Sem tudhatta a kérdéseket, így szólt a licensz. Te tudod azt, hogy fegyveres őrök vigyáztak a számítógépre? Így van. Igen. A kreatív igazgatón és a főszerkesztőn kívül senki nem tudta a kérdéseket. A szerkesztők is, akik a kérdéseket összeállították, ők sem tudták pontosan, hogy mi fog bekerülni, mi nem, és össze kellett inni 200 darab kérdés, amiből lehet, hogy használtak kb. 2-t. Te hallottál arról, hogy én próbáltam egyeseknek segíteni, másokat pedig lebeszélni a jó válaszról? Képzeld el, hogy igen, a számodra igen. Szimpatikus, hozzád hasonlókat nem bizonytalanítottad el annyira. Na most képzeld ezt el, amikor én próbálok segíteni neki aljas módon, és rosszul tudtam a választ. Hogy hozza össze az, aki van ebben ilyen, íz? Van ilyen, hogy vágó is már rosszul tudta a választ? Igen. Igen, és ilyen előfordul, ilyen, ez milyen őszinte ez a meglepetés az arcod? Van, nem, mondod. Egyébként beképzelt vagy? Én inkább azt mondom, hogy 73 éves vagyok. Egy 73 éves ember már nem beképzelt. Egy 73 éves ember tudja, hogy ő kicsoda. Tudja, hogy mit tud és mit nem. Tehát a beképzeltség az ebben a korban szerintem már nem releváns kérdés. Szerinted egyébként a tisztelet az idősek felé, ez alanyi jogon jár, vagy ez olyan, amit ki kell érdemelni? Tehát, hogy a kor az feltétlenül érdem? Miért nem filozófust hívtál beszélgetni? Én kíváncsi vagyok. Hogy én erről mit gondolok? Igen. Azt hiszem, hogy nem alanyi jogon jár. Tehát a 80 évesen... Én láttam valakinek. Már 80 évest, akit nem tiszteltem sehogy. És nem voltam még 73, hanem mondjuk 25. Uh-huh. És sorolni tudnám. Tudod mit? Ez egy jó kérdés. A mai digitalizált világban szerinted mennyire inflálódott el a tudásnak az értéke? Most, hogy már 30 másodperc alatt nettó bármire rá tudsz keresni, mennyire fontos az, mondjuk, ami a te fejedben van tudás, szemben azzal, mondjuk, ami az én fejemben van tudás, nyilván a kettő nem is összehasonlítható, ezzel szemben 30 másodperc alatt én is ugyanazt megtudom, mint igen, amit te fejből. Nem tudom, beszéltünk-e már arról, hogy mi az összefüggés a műveltség és az intelligencia között? Azt nem oldja, megmondom neked, hogy mit nem old meg az internet. Hogy hogyan keresel. Uh-huh. Keresni is tudni kell, és intelligensen értem. Kell keresni. Tehát nem igaz az, hogy mindent megtalálsz, csak akkor találsz meg mindent, ha jól keresel. Tudunk téged már reklámozni
MLM céget, látunk már téged reklamozni, hitelközvetítő céget. Ezeket én azt gondolom, hogy egy korábbi interjúban már egész jól kifejtetted, én most nem ennek a Mit dolgoztál ezekkel az anyagaimmal? Hát nem keveset. Mit, mit gondoltál, hogy kinyitom az ajtót, ígyunk meg egy kávét, és beszélgetünk az időjárásról? Igen. Köszönöm szépen, tényleg nagyon köszönöm. Na, mondjam. Na, tehát, hogy ugye az NV-ről és a Credit Hill-ről van szó, ezekben nem tudom, hogy melyik cég van, meg az NV még biztos, a Credit Hill-ről már nem vagyok teljesen biztos. Én sem tudom. Ugye, ráadásul ott az is volt, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt el is kaszálták a céget. Ezekben a te felelősségedet én azt gondolom, nem dolgom keresni. Ellenben viszont... De gyanús? Hát én nem gondolom, hogy te voltál az. Minden esetre bánod, hogy ezeket elvállaltad utólag? Annyi muníciót adtam az én politikai ellenfeleimnek ezekkel a videókkal. Most nem a politikai ellenfelekre gondolok, hanem azoknak az embereknek, külön... akik miattad mondjuk, vagy a te... Na, végre! Mégse néztél meg mindent. Mert én ilyenkor felszoktam emelni a hangomat, és elkezdek ki a... Most csöndbe legyél. Ezek az emberek, akik állítólag ugye az én segítségemmel kerültek bajba, vagy rajtam keresztül. De nem vártad meg még a mondatomat végigmondja, mert én azt mondtam, nem hogy azok is... az emberek nem miattad vettek fel hitelt, hanem miattad, mert azok az emberek már eldöntötték, hogy felvesznek egy hitelt, azok az emberek miattad választották a Credit Hill-t. Mint micsodát? Mint hitelközvetítő céget. Az mit jelent, hogy hitelközvetítő? Hát gondolom, én nem tudom, mert én már mire... Majd én megmondom. Az, hogy kiválasztja a számodra legmegfelelőbb hitelkonstrukciót. Így van. De mint kiderült, nem ez történt. De ez történt. De hát a Credit Hill-ből később kiderült, hogy nem mindenkivel... Nem, ugye az a puszta tény, hogy te ezt most kérdésnek felhozod, ezt én arra vezetem vissza, szerintem igazam is van, hogy nagyon sokszor beleütköztél abba, hogy hülye vágó, vagy ez a szerencsétlen, vagy ez a gonosz vágó, ez beleugratta az embereket a hitel vásárba. De én ezt nem gondolom. A Credit Hill azt csinálta, hogy amikor, helyesen mondod, amikor úgy döntöttek az emberek, hogy hitelt vesznek fel, most ne menjünk ebbe bele, beleismerhetünk, hogy miért. Akkor ő azt mondta, hogy ne te menj be egyedül egy bankba, és vegyél fel hitelt, mert én összegyűjtöm a hitelkérelmeket, megnézem a bankok ajánlatát, és így nagy csomagban kedvezőbb ajánlatot fogunk kapni, te meg mi, mint hogyha egyedül mennél be. Tehát ez tompította a hitelválságba került embereknek a szorult helyzetét, és nem előidézte. De és összegezve, amikor kiderült, hogy persze ezeket az ajánlatokat betette a Credit Hill, csak arról az igen fontos információról megfeledkezett, hogy mondjuk ezek devizahitelek, vagy esetleg... Mindenki tudta, hogy devizahitel. A versenyhivatal szerint nem. Tehát, hogy ott, nem tudom, hogy a versenyhivatal miért büntette a céget, de nem ezért. Rendben. Ha megkérdezed, hogy miért, nem fogok tudni válaszolni. Jó, de összességében, ha nem a politikai muníciót nézzük, egyébként megbántad ezeket az együttműködéseket? Az, hogy mondjuk nem, most egyiket nem. Sem? Neked nem. Fontos a pénz? Én. Figyelj ide! Voltak nekem más reklámjaim is. Nem csak ez a kettő. Volt még sok. Amikor én egy ilyen munkát elvállalok, mondjuk egy étrendkiegészítőt, mondjuk nagyon sokáig velem, majdnem mondtam egy terméknevet, amit nem szabad, de nagyon sokáig velem hirdettek egy agyserkentő étrendkiegészítőt. Én berendeltem a teljes klinikai dokumentációt. Végignéztem, hogy hiteles-e. És amikor úgy döntöttem, hogy igen. De használtad is? Nem kellett. Nem? Ja, értem. A serkentőt nekem? Hát ne vicceljünk már. Értem. De voltak még ilyenek. Tehát én kifejezetten attól tettem függetlenül, nem azt mondom, hogy jött egy, vállalnád a reklámját? Boldog, mennyit fizettek? Soha nem volt, hogy financiális alapon döntöttél? Soha. Én tudtam, hogy ezek jól fizetnek. De a döntést mindig akkor mondtam ki, amikor végignéztem, hogy az arcomat ehhez én vállalom-e. Közben megérkezett Brigitta is, ritkán történik olyan, hogy nem vesz részt egy forgatáson. Na, mostanában elég sokat ekézed egyébként az ATV vagy a 168-nak az objektivitását. Úgy ítéled meg?
Igen, hát most az, hogy jogosan vagy nem, ebben én nem szeretek igazságot tenni, ettől függetlenül kétségkívül megsokszorozottak mostanában ezek a posztok. Mi változott? Mi változott? Az, hogy politikus bennem, vagy az említett két médiumban? Első körben arra vagyok kíváncsi, hogy benne, tehát mi változott? Hát bennem nem az elmúlt időkben, mert én eleven már 1975-ről beszélek. Eleve én azért jelentkeztem a Riporter Kerestetikre, mert valamit el akartam mondani. Ha nem a saját számmal, akkor a saját műsoraimmal. De mivel szerkesztőkerestetiket nem hirdettek meg, csak Riporter Kerestetiket, ezért azon indultam. Tehát biztos voltam benne, hogy én nem kerülök képernyőre, mindegy, bele akartam szagolni a levegőbe. Aztán úgy alakult, hogy mégiscsak képernyőre kerültem, örök bűne Vitrai Tamásnak, úgyhogy őt tessék szidni, mert megkínált engem egy vetélkedővel. Ezek olyan jellegű műsorok voltak, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, ami... tehát nem ahol, közéletiek. Ahol, hát igen, meg hogy egyébként nagyon nem is fogalmazhattál meg kritikát, nem is mondhattad el nagyon a véleményedet, ott így ez van. Nem volt dolgod, illetve nem ez volt a dolgod. Igen, valószínűleg a politikáról nekem más elképzelésem volt, mint amit ma gondolok róla. Mm. Mert a 70-es évek derekán olyan, hogy belpolitika szinte nem is létezett. Ott ugye győzelmi jelentések voltak, termelési csúcsbeállítások és így tovább. Picit úgy éltünk, mint ma. Hát ma is azt látom a köztelevízióban, ugye? Igen, én erre próbálok nem reagálni, én most az objektív kérdező. Igen. Meg. De megtehetem egyébként, csak nem akarom. De néha azért megtetted már. Persze. Igen, jól van. Szóval akkor is, én most úgy mondanám, közéleti érdeklődésű voltam. Ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy a külpolitika nagyon foglalkoztatott, mert ott tényleg voltak történések. Na de hát nagyon sokáig... évtizedekig én politikamentes műsorokat csináltam a képernyőn, de a képernyőn kívül azért én részt vettem politikai mozgolódásokban, én 1990-től minden... rendszerváltás utántól, de... minden kampányban részt vettem. Ezt aztán hol megengedték, hogy nyilvánosan csináljam, hogy hol nem. Lehetett nem nyilvánosan is csinálni. Jó, de ez azt jelenti, szóval hogy bennem, tudtak róla, csak hogy a tévében ezt... Igen. Ez bennem nem új fordulat, hogy visszatérek az eredeti kérdésedre, és meglep, hogy ezt vonod le az utóbbi posztjaimból. Most de, nem esik, két médiumot, de nem esik rosszul. Két médiumot emeltem ki, de hát azért elég kritikus vagy. Csak ahhoz képest, hogy amit mondtál, hogy te mint szerkesztő a háttérből akartál valamit közölni, most azért elég direkten közöl, hagysz kétségeket a mondani valóddal kapcsolatban. De hát én egy pártnak vagyok, egy elnökségi tagja. Na ezt akarom kérdezni, hát hogy ez változtatott ebben? Ennyire? Szabadabbá tett. Uh-huh. És ezt a szónak minden értelmében mondom. Tehát abban a pillanatban, amikor én azt mondom, hogy én ez vagyok, én ezt gondolom a világról, onnantól kezdve senki nem mondhatja, hogy mi történt a vágóval. Ugye ez már néhány éve tart, nagyon sokakat megleptem én ezzel. Mondom, valószínűleg azokat, akik nem tudták, hogy én mozgolódtam mindig is, rendszerváltás után és rendszerváltás előtt is. Beszéltünk intelligenciáról, beszéltünk műveltségről, beszéltünk okosságról. Mennyire okos dolog 2008-ban politikailag szint vallani abban a kontextusban, hogy te kiállsz mondjuk Gyurcsány Ferenc mellett? Nem tudom, használtam-e már azt a fogalmat, hogy ez engem felszabadított. De nem féltél egyébként attól, hogy népszerűtlenné válsz? De ha féltél, nem jó, számoltam azzal. Ugye én 2008-ban, jaj, de kár, hogy nem te mondod, 2007-ben és 2008-ban, remélem jól emlékszem, én voltam a legnépszerűbb közszereplő. Megismétlem, nem legnépszerűbb tévés, hanem legnépszerűbb közszereplő. 2008-ban tudtam, hogy ha én állást foglalok bármelyik oldalon, akkor ennek vége. Ez gyorsan változik. Igen. Ez változni fog. De én azt mondtam, hogy ez megéri, és mostanában látom, hogy kifejezett nácik, tehát vállaltan nácik nem szeretnek engem.
És azt mondom, rendben van. Az volt a szörnyű, hogy ezek ők írják. Régen én kedveltem ezt a palit, de hát menjen most már a francba. Hát nem baj, hanem szerintem. Akkor számít az emberek véleménye? Kivéve a náciké? Mondom, hogy nem. Tehát most már nem? Nem. Régen se. Csak számoltam azzal, hogy annak a népszerűségnek vége. Hangot adhattam végre annak, hogy például én, aki ott ültem 2006-ban a Hír TV előtt, és végignéztem, hogy mi történik a budapesti utcákon. Októberről beszélek, szeptemberről és októberről, az két külön esemény. Mind a kettőn ott voltam. Tényleg? Igen. Na tessék. Akkor téged lát, onnan vagy olyan ismerős. Lehetséges. Nem, egy magyar zászlóval volt eltakarva az arcom, nem hinném. Értem. Akkor valakivel összekeverne. Szóval azt a tömény hazugságot, ami övezte ezt a két eseményt, a szeptembert és az októbert, ami követ 2008-ban ez már kibomlott, azt én nehezen viseltem. Tehát amikor szemkilövetőznek, értsd, Gyurcsán Ferenc parancsot adott békés tüntetők szemének a kilövésére, ez azt jelenti, ugye? Jó, te hogy látod egyébként Gyurcsány Ferenc felelősségét a 2006-os cselekményekkel kapcsolatban? Ennyi év távlatából. Én hitelt adok annak, hogy a rendbontók ellen fel kell lépni. Én hitelt adok annak, hogy akkor, amikor körülbelül 50 különlegesen védett személy jelenik meg a Kossuth téren, 50. évfordulón van ugye, 56-nak, akkor ott kiemelten kell vigyázni a biztonságra. Hogyha valaki ennek ellenszegül, azt fel kell szólítani, hogy hagyja el a helyszínt, és hogyha nem hagyja el a helyszínt, akkor oszlatni kell. Ha erőszakosságba torkollik egy ilyen... Szerintem a hogyan volt itt inkább, amit nehezményeznek az mindjárt jövök. Emberek. Ha erőszakosságba torkollik egy ilyen megmozdulás, demonstráció, akkor az ellen a rendőrségnek fel kell lépnie méghozzá előre meghatározott forgatókönyv szerint. Kérdezted, hogy látom én a Gyurcsánynak a helyzetét. Én azt gondolom, és ellenkező bizonyíték nincs a birtokomban, hogy Gyurcsány arra szólította fel a rendőrség vezetőit, hogy tartsák be a törvényes utat. Ha ez nem sikerült, akkor ezért a rendőrség ugye hatalmával visszaélő tagjait felelősségre kell vonni. És ez meg is történt. Ez meg is történt. Igen, de ez a belügyminiszternek és mindent visszavezet, hát pedig a miniszterelnöknek a felelőssége, hiszen a miniszterelnök nevezik. Miniszterelnöknek ebben lehet politikai felelőssége, méghozzá abban, hogyha úgy ítéli meg egy bíróság, hogy az a rendőri vezető nem tette jól a dolgát, és ő nevezte ki, nem tudom, hogy ő nevezi-e ki, nem, a belügyminiszter nevezi ki. A belügyminiszter nevezi ki a rendőrfőnök. Jó, szóval nagyon áttételes szerintem a politikai felelősség. Amit aztán ezekből az eseményekből a belpolitika kerített pró és kontra, az egy számomra váratlan dolog volt. Látunk demonstrációt Kazahsztántól Franciaországig, ahol a rendőrség bizony erőszakosan lép fel tüntetők ellen, mert a tüntetők, a legjobban azt utálom, amikor azt mondják, hogy magyar támad magyarra. Hát, hogyha magyarok a tüntetők, és a rendőrök is magyarok, természetesen közöttük el, ezt el kell valahogy intézni. De hát a rendőrség molotov koktélozó, dobálózó, kirakatokat betörő, autókat felgyújtó, tömeggel szemben erőszakosan szokott fellépni. Ebben nincs is közöttünk vita. Ettől függetlenül, amit én ebből ki akarok hozni, és amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerinted akkor Gyurcsánynak le kellett volna mondani, és hogyha lemond, akkor más lenne a mostani politikai helyzet? Én 2006-ban azon izgultam, hogy nehogy lemondjon. Akkor még nem láttad, hogy mi lesz 2022-ben. Persze.
Az, ugyan, de nem azért akarták őt lemondatni, hogy mi történt október 23-án, hanem hogy mit mondott Összödön. Ez meg egy másik nagyon furcsa dolog, de mindegy, igen. Tehát, hogy ezt de nem, én máig... úgy emlékszem, hogy önneki Összöd miatt kellett volna lemondania. Szóval 2016-ban nem szerettem volna, hogyha lemond. 2008-ban már nagyon nem volt népszerű. Gyurcsány elsősorban ugye a ráégett összödi beszéd miatt. És aztán egyre erősebb volt az október 23-i szemkilövetés vágya. Még ott se gondoltam, hogy le kell mondania. De aztán jött a szociális népszavazás, ahol 300 forintos napi díjról döntöttünk. Vízidíjról döntöttünk. És ott nagyon kedvezőtlen eredmény jött ki Gyurcsány Ferenc számára, és lehet, hogy ott már meggondoltam volna, hogy mondjon le, mert az nyilvánvalóan nem a 300 forintról szólt. Hát nem. Hanem az ő... Az már egy szimpátia szavazás volt. Így van. És hogyha ennyire nem akarják az emberek, én ott már azt mondtam volna, hogy igen, akkor hagyjuk, jöjjön valaki más. De 2008-ban már mondtam volna, hogy... Szívesen látnád még őt miniszterelnökként? Persze. Igen? Ő nem akar, azt tudod. Tudom. Ezért aztán felelősség nélkül mondhatom. Ezért aztán bármit mondhatsz. Igen. És ha már Gyurcsány Ferenc és ha már DK, egy közös ismerősünk, Ábrahám Robi, ő mesélt arról, hogy... Nem igaz. De. De, képzeld el, nem csak nekem egyébként, azért merem ezt felhozni, nem csak személyesen, hanem több újságban is lenyilatkozta. Ábrahám Robi egyébként jelenleg a Pesti TV-nek a műsorvezetője, és azt nyilatkozta, hogy ő Facebookon elküldött neked egy versét, amit nagyon megdicsértél, majd véletlenszerűen egy művészbe előtt összetalálkozatok, és azt mondtad neki, hogy ne menjen vidékre, menjen fel veled a DK-ba, bemutatod Gyurcsánynak, és onnantól kezdve akkor ő kapnálatok lehetőséget. Na most ő azt mondja, hogy ő mondta, hogy hát ő nem támogatja az egyneműek házasságát, illetve ő nem ateista, és te azt mondtad, hogy ettől függetlenül neki ott helye van, és hogy ezzel nincsen különösebb probléma. Ez eddig a sztori. Az én kérdésem az, hogy ennyi lenne? Tehát rádír valaki, vagy találkoztok, és bármikor előfordulhat az, hogy te fölviszed a DK-ba, bemutatod Gyurcsánynak, és utána a parlamentbe viszed őt dolgozni? Vagy? Hát ez így nagyon elnagyoltan történt így. Valóban elküldött nekem egy verset, valóban tetszett nekem, és valóban ott találkoztunk a Játékszín utcájában, aminek a másik oldala a DK székháza. És én nem azt mondtam, hogy akkor gyere, lehet, hogy én sem emlékszem egészen pontosan erre, nem tudom, hogy mennyire érdekes ez. De a lényege a dolognak az, hogy tetszett nekem a Robinak ez az elkötelezettsége. Ő magát a magyar Martin Luther Kingnek nevezte, hogy majd ő a cigányság, ő lesz az, aki a cigányságot átvezeti a engem mindig is lenyűgözött Robi szerénysége. Én nagyon szeretem őt tényleg, de... és akkor ennél, tehát az valószínűtlen, hogy én azt mondtam, hogy akkor most gyere és felviszlek a Gyurcsányhoz. Én jeleztem a DK elnökségnek, hogy van itt egy fiú, akit én nagyon rokonszenvesnek tartok, kifejezetten egy dinamikus, egy jó fejnek tűnik. És azt mondták nekem, hogy foglalkozz vele. És akkor az Ábrahám Robi feljött hozzám, és csináltunk ilyen helyzetgyakorlatokat. Hogy jól kérdeze, felvettük videóra, lejátszottuk. És akkor így sem. És sokat beszélgettünk egymással. Hogy aztán ő a Gyurcsánnyal személyesen beszélte, szerintem igen. Szerintem igen. De aztán valami történt vele, és nem láttam többet. Nem mondta el, hogy miért nem? Vagy ti beszéltek én azóta? Én láttam egy beszélgetését Vona Gáborral, mert ugye ő nagyon szorgalmasan YouTube-ozott, ahol azt hallom, mondja ő, hogy ez a liberális vágó, ez azt mondja, ő neki az volt az elve, hogy minden ember különbözik. Minden ember más és más, kivéve a cigányokat. Nem mondta el ilyet?
ha valamit nem mondtam, annyira szeretni, mert nem beszélek én az Ábrahám Robival. Tehát nem azóta sem nem. Tisztáztátok ezt a helyzetet? Tehát nem, nem tisztáztam. De hát lett volna kedvem odaírni, hogy mit mondtam én, vagy mit értettél félre. Hadd ne bizonyítsam. Ilyen nem jön ki a számon, egészen biztos. És akkor látom az Ábrahám Robit a pesti srácoknál, a pesti tévében, és el vagyok keseredve. Nem rajta. Csalódott? Magam, igen. Magadba csalódtál? Magamba. Rosszul mérted fel igen, a helyzetet? Igen. Hogy ez hogy nem derült ki? Na most az, hogy ő, az, hogy ő hívő ember, nekem aztán annyi, nekem semmi bajom nincs, azt akartam mondani, hogy annyi bajom semmiképpen nincs velük, mint nekik egy manapság egy ateistával. Mert ütnek, vágják az ateistákat, mi vagyunk a következő nagy ellenség. Tehát a melegeken majd, ha túl leszünk, meg a Brüsszelen sorolatok jönnek az ateisták. Már végre valami, amivel nem tudnak bevonni engem. Legalább azt mondom mondani, hogy buzi vagyok, de legalább hívő. Igen, tehát, legalább annyit tudnak. Na most, és a másik, amit említettél, amit a Robi mond, hogy ő ellen, ő nem támogatja a melegek gyerek. Házasságát. Ezt én nem tudtam róla. Én meg támogatom. Az RTL Klubnál lehet azt mondani, hogy Sebestyén Balázs váltott téged a kvízműsorok terén, ugye? Tehát ő volt az, aki így utána a széfet, és egyébként minden nagyon nem, olyan... Nem, lehet mondani, olyan, mert olyan... ő kvízműsorokat nem csinált. Bocsánat, nem kvízműsorokat, hanem vetélkedőket, gameshowkat, bocsánat, így van, igen. Nem kvízműsorokat. Igen. Igen. Akiről egyébként azt nyilatkoztat, hogy egy nagyon tehetséges tévés. Most is tartom. Igen, ellenben emberileg leírtad őt. Emlékszel, hogy mi volt az, amiért azt mondtad, hogy emberileg leírtad őt, és hogy zokon vetted, hogy nem keresett meg, hogy elnézést kérjen? Igen. Igen, miután én már nem voltam az RTL-nél, hanem a TV2-nél, ugye? Igen. Akkor ő és kollégája csúnyán beszélt rólam. Na ezért kérdeztem az önérzetességet. Igen. Hogy... igen. Nem, én szerintem ez nem önérzetesség kérdése, gyávaság kérdése. Azt mondta, hogy Balázs gyáva volt? Hát akkor mondjon ilyet, amikor még ott vagyok. De miután én ott hagyom az RTL-t, már nem vagyok a kollégája, és ő csúnyákat mond rólam, ez szerintem gyávaság. Nem beszéltetek azóta a Balázsral? De. Ezt nem tárgyalt. Azt hiszem, hogy nem tárgyaltuk ki. Azért nem volt ez prioritás, lehet, nem mostanában? Tessék? Hát ez már nem prioritás azért annyira így 10 év távlatában. Nem, akkor kell, de lehet, hogy akkor beszéltünk, de lehet, hogy beszéltünk erről. Nem emlékszem. Jött a TV2-vel hasonló érzéseid vannak, mint az Ábrahám Robival? Kevesen tudják, de egyébként te közvetetten a TV2 alapítója vagy. Tehát, nem is közvetetten. Hogy, nem is hát, hogy, de hogy ugye te bedolgoztál annak a cégnek, annak a gyártócégnek, ami alapította pontosan. A TV2-t. Ez milyen szép karrierív, tehát ott a TV2-nél kezdted, és hát onnan is luktak ki tulajdonképpen. Így van. Nem ugyanaz a TV2. Nem ugyanaz a TV2. Igen. A TV2 is egy ilyen csalódás neked? Igen. Azt is ügyeled meg? Sose hittem volna. Tehát 2010-ben én megéreztem annak a szelét, ami jön, és hangot is adtam neki. És ezért nem merem azt mondani, hogy ezért rúgtak ki, de én szerintem, és akkor véleményt mondok, ezért. De mégis kirúgtak, tehát azon kívül, hogy egy újságíró elmondta, hogy ki vagy rúgva, akkor utána ők már fölkerestek, és akkor utána már volt ennek egy ilyen hivatalos módja is, tehát nem csak az volt, hogy nem kértek fel a következő műsorra, amit már akkor ugye kamera próbáján túl voltatok, hanem akkor utána bejöttek. Fel voltam kérve, és onnan távolítottak el. Uh-huh. Nem sokkal a kormányváltás után. És ez azt gondolod, hogy ez csőpolitika? Tehát, hogy ez... Hát ennél több, mint hogy azt gondolom, igen. Uh-huh. És hogyha oké, mondjuk ott van a TV2, aki politikai okokból mondjuk nem alkalmaz téged, mondjuk úgy, hogy az RTL Klubot sokan vádolják azzal, hogy egy liberálisabb, vagy még a véleszájabbak azt is mondják, hogy ellenzéki csatorna, akkor az RTL Klub miért nem alkalmazott téged utána? Vagy volt egyáltalán megkeresés részük? Nem. Én nem szépen váltam el az RTL-től, az én hibámból. Mi volt ez? Nem mondom meg.
De tudtak róla, hogy át fogsz menni a TV2-hez? Erről van szó. Gondoltam, hát más okkal gondoltam, hogy nem ajtócsapkodás volt. Hanem... Igen, erről van szó. És hát a feleségem ezt nem bocsátja meg nekem. Annyi pénzt kínáltak a TV2-től, hogy menjek át, hogy nem tudtam nemet mondani. Bánom. Akkor mégis csak anyagias vagy? Van az a pénz, amitől az ember anyagias lesz, igen. Akkor mégis hoztál olyan döntést, ami financiális alapú volt, ez jó. Sem meggyőződés. Igen. De mit mondtam ennek kapcsán? Hogy végignézem, hogy vállalható-e a lépés. És hát akkor még a TV2 az volt? Erről van szó. És akkor a TV2 vállalható volt. Azért utána próbáltak betölteni a helyedet, ugye a Gundi is vezetett, legyen is milliós, Friderikusz is. A Gundi a TV2-nél. Igen. Nagyon rövid ideig. Utána a Friderikusz, meg a, nem rosszul mondom, utána a Fábri Sanyi, és utána Fábri, Friderikusz. Egyik sem de... volt olyan nagy siker. Szerinted egyébként ez a műsorvezető személyénkkel, vagy a formátumnak az elfáradása? Féltem, hogy felteszed ezt a kérdést. Nekem meggyőződésem, hogy a formátumé. Miközben a Fridi is, meg a Fábri is természetesen saját magát adta, teljesen más volt a műsornak a közképe, az imidzse. Annyira vártam ezt a részt. Ugyanis fel fogok tenni neked egy kérdést, lesz 4 lehetőséged. Azt gondolom, hogy segítségre ezúttal nem lesz szükség. Ki illetett téged az alábbi jelzőkkel? Gyurcsány szekta főpapja, sötét előítéletes, bigott vénember, Vágó Gárd István. Vágó Gárd István. Ja, tudom. A. Apáti Bence, B. Ábrahám Róbert, C. Bájer Zsolt, D. Puzsér Róbert. Robert. Megjelöljük? Hogy érzed? Igen. Na, De jó a 4 név. Jó? Igen, már igen. Bármelyik. De történeset tudom. Puzsér, nem fogok róla beszélni. Egyáltalán? Megmondom, hogy miért. Mert ő meg fogja nézni ezt a műsort, valamilyen okból, talán szólnak neki, talán keresi, hogy hol rúghat belém. Az fel sem merül benned esetleg, hogy nézi a műsoraimat. A harmadik, akkor én is mondom, ez állandóan ott lóg a műsoraidon, és én nem akarok vele újra. De azt gondolod, hogy a Robit fel kell bőszítened ahhoz, hogy ő beléd álljon bármikor is? Nem kell őt felbőszíteni, akkor bőszül fel, amikor akar. Ezt mondom, hogy ugye? Nem kell különösebb okarom. Ne, úgy van. Tehát ő abból él, hogy belerúg emberekbe. Engem rúgdosott eleget, a bulvárlapok címlapján már tanyáztunk együtt eleget. Én ezt nem akarok neki muníciót adni. De soha nem értettél vele semmiben ennyit? Dehogy nem. Figyelj, ő egy nagy, elképesztő verbalitású pali. Kicsit, ő remekül van. Beszél. Aztán, hogy mit, az már furcsa. Mondok neked egy nagyon... Nem mondok. Akkor én viszont kérdezem. Jó. Egy Facebook posztodban összemostad a pszichoterápiát a mentális betegséggel. Nem igaz. Egészen pontosan úgy volt ez, sajnálom, hogy most nem mentettem le, de lehet, hogy megtudom neked, nagyon jól keresni, tehát, hogy a posztban ugye megemlítettem pszichoterápiát, és utána alá kommentben pedig írtad ezt, hogy de figyelj, akkor keressük meg, az a biztos, és akkor tudunk pontosan, jó. Pontosan tudsz erre reagálni. Kitetted azt, hogy az idézetet Puzsér Robertől évek óta pszichoterápiára járól 20-25 éve rögzült viselkedés formáitól, megszokásaitól igyekszik megszabadulni. Ő majd alá kommentelted, akinek bizonyította mentális problémái vannak, annak a szájából mégiscsak furcsa az ilyesmi. Tehát itt a egy poszton belül ugye utaltál arra, hogy Robi pszichoterápiára jár, engedjük el Robit, tehát valaki pszichoterápiára jár, és ezzel együtt kommentbe kiegészítetted azzal, hogy ha valakinek mentális betegsége van, az nem alkalmas vezetői pozícióra. Nem, azt mondtam, hogy furcsa a szájából. Jó, oké. Én azt nem mondtam, hogy nem alkalmas. Akkor alkalmas? Nem a Robi, hanem... Ettől még nem lesz alkalmatlan. Ez jelenti a mondat. Értem.
így, ebben a kontextusban, amit most, tehát ahogy itt megfogalmaztad, akkor itt pont, akkor mondd el, hogy mire gondoltál, mert te úgy emlékeztél, hogy nem volt egy posztba is, és rögtön alatt. Nem tudom már, hogy ki berúgott akkor éppen bele az illető, akiről beszélgetünk, de azt tudom, hogy főpolgármester akart lenni. Igen. Ugye emlékszel? Igen. Abban az időben sűrűn beszéltünk arról, hogy mihez van joga a választónak, hogy Trumpról megtudjon egyet s mást. Tehát akkoriban nagyon sokat cikkeztek arról, hogy mi baja van Trumpnak, Donald Trumpnak. És az volt a felfogás, hogy az amerikai választónak joga van tudni, hogy ő mentálisan milyen állapotban van. Ugyanezt Magyarországon pedig eltagadják. Tehát nem közérdeklődésre számot tartható információ az, hogy ki milyen egészségi állapotban van. Ennyi, erről szólt. Tehát ennek aktualitása volt, amit mondtam. De mit akarsz kérdezni? Ezt szeretném kérdezni, tehát hogy a pszichoterápiát mostuk össze itt a mentális betegséggel, akkor azt kijelenthetjük, hogy a kettő nem ugyanaz, és még csak köze sincs egymáshoz? Nem tudom. Ha így érthető, hogy aki pszichoterapeutához jár, az mentálisan nem 100%-os-e, ha ez a fenntartás, akkor én ezt szívesen visszavonom. Tehát ha valakinek igénye van, és ezt leírta ugye a Robi, hogy mit akar változtatni. Hát, hogy olyan dolgok mondta, azt tudod, hogy pszichoterápiára sokan pont azért járnak, fejlődjenek. Tehát, ez nem mentális probléma? Én nem gondolom, nem biztos, hogy probléma. Tehát, hogy mit nevezünk? Lehet, hogy egy lelki fejlődés miatt jár valaki pszichoterápiára, lehet, hogy valakinek éppen minden rendben van az életével, és ez nyomasztja őt, hogy miért van minden rendben, és attól fél, hogy nem lesz minden rendben, de ettől függetlenül nem feltétlenül vannak neki démonai. Nem állítom, hogy ez szakmailag kifogástalan, amit én írtam. Tehát, hogyha ha én összemostam a pszichoterápiára járás igényét mentális problémákkal, akkor én ezért hajlandó vagyok visszalépni ebben. De mondom, ez, amit most kiragadva, egy politikai helyzetből kiragadva idézel, mert ennek emlékszem rá, hogy ez akkor volt, amikor ő főpolgármester, Budapest főpolgármester. És ő azt mondta, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan. Te erre válaszol, mondtad na azt. Na ugye. Hát én ezt értem. Jó, ennyi volt. De sokan gondolták azt, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan. Mai napig sokan gondolják azt, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan, de nem feltétlenül azért, mert hogy pszichoterápiára járt. Én csak azt mondom, hogy furcsa egy olyan ember szájából hallani, ugye? Jól nem? Hát értem, ezt mondtad, igen, de hát egy politikus mi mást is mondana? Tehát, hogy furcsa. Te a levegőben hagytad, de közben egyértelmű, hogy mire utaltál ezzel számomra. Oké, szám, nem tudom. De ha azt kéred ki, most megpróbálom kihámozni a kérdésed mögött. Ez nem volt olyan nehéz. Mögött meghúzódó szálat. Igen, ez nem volt olyan nehéz. Hogy tehát azzal van bajod, hogy az, aki pszichoterápiára jár, az mentálisan még nem 100%-os? Ez a probléma? Nekem ez az egyik. Akkor én megkövetem. Illetve a másik az, hogy mi az ezen az úton megkövetem, ezért külön nem fogom ezt megkeresni, ezt a posztomat. De ha ez nem állja ki a valóság próbáját, tehát a tudomány azt mondja, pszichoterápiára jár. Mert egyébként olyan a megjelenése, megnyilvánulása, mint a Robié, és az mentálisan attól még 100%-ig rendben van, akkor én ezt hajlandó vagyok tompítani. Tompítani. Oké? Tényleg, figyelj, tényleg igazi politikus. Nem tudom, hogy mindig ilyen voltál-e, de hogy lettél, kétségtelen. 2016-ban nyilatkoztad azt a Blicknek, hogy nem nagyon vannak már üzleti megkereséseid. 2016-ban? Igen, hát ez egy akkori cikk, hogy a tartalékaidat éled fel. De, oké. Igen. Hi. A Blick hazudott. 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 Nem a tartalék, azt kérde, nem én, nem. Ez egy számomra, azt hiszem akkor adtam utolja, remélem, hogy igazat mondok,
ez volt az én utolsó interjúm a Blicknél, oly mértékben felháborított ez a cikk. Elmondom, hogy mi történt. Kérdezte tőlem egy ifjú kolléga, hogy eljöhetne beszélgetni. Mondom, menjünk, csináljuk. Eljött, és kérdezte, hogy és anyagilag hogy vagyok. Hát mondom, nem nagyon vannak már felkéréseim, nincsenek fellépéseim, minden megszűnt. Ugye hát leprás lettem én, tehát senki nem vállalta azt a kockázatot, hogy velem... Durván nem leprás lettél, de durván lettél, DK-s lettél Gyurcsánnyal. Úgy van. És akkor odaszóltam a feleségemnek a konyhába, hogy de azért ugye, nyuszi, így hívják őt, hogy nyuszi, de azért ugye nyuszi, meg lesz nekünk még a reggelink a következő hónapokban. Nyilván vicces. Újságíró ír, és mondom, hát igen, a tartalékaimból még telik. Főt megjelenik másnap, harmadnap, megjelenik hatalmas betűkkel. Vágó panaszkodik, arra panaszkodik, hogy az utolsó tartalékait éli fel. Nem igaz, nem mondtam, és magában a cikkben sincs benne. Jól vagyok anyagilag, lényegesen kevesebb pénzzel, mint annak idején volt. Semmi problémám nincsen. Jó, tehát mint képviselő is van tiszteletdíjad, nem? Tehát, hogy tehát azért az neked munka. Megmondjam, hogy hát hogy ne? Megmondjam, hogy ez hányad része az én ezt megelőző jövedelmemnek? Nem mondom hát, meg. Jó, de kérdés, hogy most keresel nagyon keveset, vagy akkor kerestél nagyon sokat? Akkor nagyon sokat kerestem. Persze. Most se panaszkodik. Hallottál volt, tőlem egy panaszos... Nem, így könnyebb volt egyébként politikusnak, DK-s politikusnak persze. Állni? Hát hogyne. Hogy tudtad, hogy... Ez ma a legjobb kérdésed. Köszönöm. Vicceltem. Köszönöm. Megérte. Ez föl sincs írva sehova pedig. Ugyan nem is készültem. Megmondom neked, hogy miért. Nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy én még kitartanék-e a tévé, ha nem rúgnak ki. Én még csinálnék-e műsor, legitimálnám-e a TV2-t a jelenlétemmel? És? Mi a válasz? És azt mondom, hogy létezik olyan élethelyzet, hogy én befogom a számat és csinálom. Most is még? Nem, megengedhetem magamnak, és megengedhettem magamnak, hogy hát ilyen mérvű mellőzöttséggel nem számoltam. De mondjuk, ki fog nekem tartani a végéig az én anyagi tehetségem. Tehát örülök, hogy ezt a Blick cikket szóba hoztad. Nem igaz, hogy a tartalékaimat élem fel. Az igaz, hogy a tartalékaimból élek. És valamivel többet engedhetek meg. Egyébként a képviselőségért 300 000 forintot kapok. Ebben benne van a három bizottsági hely is. Hát de mellette van azért nyugdíjad, nem? Így van. Tehát akkor... 200. Akkor... Ez már 5. Megvan az új Blick címlap, tudod? Vágó István 500 ezer forintból él? Ez lesz a következő címlap. Akkor is hazudni fognak. Még mert többből? Nem annyiból élek. Ja nem? Hát még vannak tartalékaim. Elég. Hiszen még vannak. Azon, abból élek. Akkor neked életed végig, ha semmit nem csinálnál, csak Facebookoznál, te akkor is megvennél. Így van. Így van. Azért ezért dolgozik az ember, nem egész életében. És figyelj, 73 éves, nem tudom, mondtam-e már. Még ezt nem is említetted, 73, képzeld, milyen jól tartod magad. Na végre, hányszor kell még elmondanom? Hát jaj, bocsánat, csak most kapcsoltam. Nem, nézd, én is szóval fáradok, egyre kedvesebb vagyok. Igen. Szóval olyan sok már nincs nekem hátra, és én úgy számoltam, hogy ez ki fog tartani. Miért volt fontos megalapítani a Szkeptikusok Társaságát? Az emberiséget én két nagy csoportra szoktam osztani. Ezt még nem említetted. Az egyik, amikor hall egy hülyeséget, legyint. A másik azt mondja, hülye vagy? Hát miért nem gondolkozol? Hát rá fogsz menni, hát hülyeségeket beszélsz. Teljesen megalapozatlan. Mindennek ellentmond. Ez utóbbi az lesz a szkeptikus társaságnak a tagja. Aki nem hagyja, hogy te homeopátiával gyógyítsd magad. Nem hagyja, hogy elmenj egy asztrológushoz, és azért ne
költöz össze a barátoddal, mert más csillagjegyben született. Csillagászat az egy tudomány. Úgy van. Igen. Ezzel szemben, tehát hogy az odáig oké, onnantól kezdve, hogy a csillagok állásából fogjuk megmondani, hogy mikor lesz sok pénzem, az onnantól kezdve már nem oké. Én is így gondolom. Na. De ha mondjuk egy beteg ember, mondjuk egy végstádiumos embernek, ez az utolsó kapaszkodója. Azt hiszed, hogy most egy jó kérdést találtál nem, ki. Nem mondom ezt. Ugyanis ez rendszeresen felmerül. Nem tudom. És én azt mondtam, a szkeptikus most jön zavarba, ilyen eseteknél jön zavarba. Egyetértek, elfogadom. Tehát amikor nem tudsz rajta segíteni, akkor jobb, ha meghagyod ebben a hitében. És nekem erről a Déri Jancsival kapcsolatban van egy történetem, azt ismered? Nem. Ugye ő is nagyon beteg lett, és mi együtt jártunk a Műszaki Egyetemre. Ő egy másik karra járt, de ismertük egymást. És akkor nagyon beteg lett, és én felmentem hozzá meglátogatni. Akkor már ágyban fekvő volt. És mellette volt egy ilyen furcsa cső, amiben volt egy kristály, és felé volt irányítva. És kérdeztem tőle, mi ez? Azt mondja, hát ez pozitív energiát ad nekem. Mondom, Jancsi, hát te műszaki, te mérnök ember vagy. Te ezt a hülyeséget elhiszed. És nem bocsátom meg magamnak. Nem bocsátom meg magamnak. Nem kellett volna ezt mondanom. De ő is tudta, és azt mondta, most figyelj, hát ha. Nem segített rajta. Kizártnak tartod azt, hogy tehát magyarán, még egyszer ezt hangsúlyozottan mondom, ezzel a kérdéssel minket mindig zavarba fogsz tudni hozni. Kizárt, nem találtam erre választ. Tehát, hogy én kerestem, hogy ezt kérdezték-e tőled, vagy hogy elhangzott-e ilyen interjúban. Hozzáteszem, nincs is túl sok interjú, elkészült videós interjú veled fönt az interneten. Tehát, hogy lényegesen kevés, mint a többiekből, akivel felkészültem. Inkább írásosak vannak, és többnyire ezek is már a politikai pályádról, és inkább a kormány oldalról. Nem túl hiteles minden, tehát ezekből felkészülni, maximum bosszantani tudlak vele. Felesleges, mert bosszankodtam magamtól. Aminek, tehát hogy azért közel áll hozzám nyilván, de nem szólhat erről mégiscsak az egész beszélgetés. Teljesen kizártnak tartod azt, hogy akár a halálod órájában, akár egy ilyen kristálytól várd a megoldást? Nem gondolod, vagy nem tarthat egyáltalán esélyesnek az, hogy lehetsz annyira kétségbeesve és elkeseredve, hogy ilyen dolgokhoz nyúlsz, független attól, hogy a szkeptikusok társaságát most megáll. Azt gondolom, hogy lehetetlen. Aztán majd kérdezz meg utána. Bármennyire is furcsa, az én kérdéseimnek itt most vége, ellenben a nézőknek vannak hozzád kérdései, ugyanis a Patreonon, amennyiben a Patreon támogatóink között vagy, akkor nem csak hogy megtudhatod, hogy ki fog hozzám jönni már jóval az adás előtt, hanem kérdéseket is tehetsz fel, és hát Vágó Istvánhoz is érkeztek. Remélem szelektálod a kérdéseket. Nézői kérdések, hát majd meglátjuk, ezek következnek most. Zavart az téged, hogy te csak egy quizmester voltál, ott neked rengeteg mindenről lett volna véleményed? Én ezeket az igényeimet valahogy máshogy kielégítettem. Csak mégsem egy országosan nézett kereskedelmi csatornán. 1 millió ember előtt tudtad ezt megtenni. Igen. Miközben beszéltünk mi már erről. Én azért mentem el a televízióba, hogy azért a véleményemet a dolgokról elmondjam. És abszolút sokáig nem mondhattam el, ez zavart engem, és most, hogy elmondhatom, ez engem felszabadít. Érdekes, ezt a felszabadítót most használom először, de nagyon tetszik. Felszabadít. És tudomásul veszem, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, nincs ezzel baj. Haragtartónak és zsémbesnek tartja magát? Igen. Igen? Nagyon. Nem is tudom, hogy miért kérdezte. De abszolút eltalál. Igen, annyira haragtartó vagyok, hogy nem békülök. Nem békülök. De miért nem? Nem tudom. Nincs második esély? Nincs. Néha van. Egy-két, kivételesen. És ugye nem nagyon. Gyurcsányra összerúgnád a port? Neki lenne?
ti azért jó kapcsolatban vagytok, nem csak az elnökségen belül. Igen, persze. Ti barátok is vagytok. Tehát, mit kérdezel? Hát mondjuk nem tudom, Gyurcsánnyal rúgnád össze a port, akkor lehet, hogy ő vele azért ki tudnál békülni? Én ezt mondtam neki, hogy én azért lettem DK-s, mert egyetértek azzal, ami a DK zászlajára fel van írva, tehát az alapelvekkel, és egészen addig megyek veletek, amíg egyetértek vele. Abban a pillanatban, hogy látom, hogy egy kicsit ez erre megy, arra megy, már nem az van, nem úgy van, akkor én kiszállok. De akkor ilyen még nem fordult elő. Nem. Terveznek még a favágó zenekarral? Nem. Semmi? Galai Péter már meghalt például. A zenével egyébként azóta mi lett? Nem tudom, meséltem már neked, 73 éves vagyok. Igen. Hagyjatok már ezzel békében. Hát én ezt értem azért 73 évesen, tehát egészen azért még élsz és van kezed, addig tudsz gitározni, nem? Ez igaz, de csinálom is, de színpadra már nem állok. Az már vicces lenne és szánalmas. Igen? Azt hiszem. Azt hiszem. Tehát én nem vagyok, ugye én kóbor korosztálya vagyok. De most gondolkozom, hogy hány 70 éves előadott sértettem. Úgy van, de akarom mondani, de én nagyon későn kezdtem. Tehát már akkor vicces volt, amikor én elkezdtem. Nem veled nőtt fel a rajongótáborod, magyarán szólva. Igen, így van. Mi a véleménye Márki-Zay Péterről? Nyerni kell vele. Ki akarod fejteni? Nem. De ami, bocsánat, de egy mondatot azért teszek hozzá. Jó. Hogy amikor arról van szó, hogy Gyurcsány vállal-e vagy nem vállal további vezető politikai, azt szokták mondani, hogy hát lekaraktergyilkolták. És azért nem lehet már Gyurcsányból Gyurcsány, mert okkal, ok nélkül karaktergyilkosság áldozatává vált. Most nézd meg, mit csinálnak a Karácsonnyal, mit csinálnak az Márki-Zayjal, és így tovább. A Havas Henriket 2 hét alatt ellehetetlenítették a vonakönyve miatt. 2 hét. Meg is szűnt a Havas. Hát legalábbis nagy. Abban a pozíciójában. Ugye? Rögtön. 2 hét alatt végeztek vele. Korábban azt mondta, hogy a Jobbik kevésbé veszélyesebb az ellenzékre, mint a Fidesz. Ezek szerint a Jobbik egy kisebbik rossz, de azért rossz? Szellemes a kérdés. Ma is így gondolom. Úgy rossz, ma a jobb. A legfontosabb az, hogy ma a Fidesz jelenti a főveszélyt, ez benne van a kérdésben is. Mármint, hogy szerintem. Igen. Tehát összebútoroztunk a Jobbikkal, akik régen sokkal szélsőségesebbek voltak, majdnem annyira, mint a Fidesz ma. Hogy rossz-e a Jobbik? Abban az értelemben természetesen vannak viták, hogy az egy másik párt. Rossznak én most már nem mondanám, mert valóban mindenben konstruktívan vesznek, minden vitában konstruktívan vesznek részt. Van, amiben ők engednek, és van, amiben mi. Most ne kérdezz rá. Mi is fogunk engedni olyan témákban, amit a Jobbik visz nagy elánnal. Ettől én még nem nevezném rossznak. A rosszak már elhagyták a Jobbikot. Soha nem gondolkodtál még el azon, hogy mégis létezik a természet felett? És ha igen, akkor mikor? Állandóan ezen gondolkozom. És mindannyiszor arra jutok, fontos mondatot fogok mondani, hogy a világ megmagyarázásához nincsen szükségem, úgy érzem, egy transzcendens négy feltételezésére. Jól mondom? Jól. Soha nem imádkoztál? Azon kívül, mikor vittek templomba a szüleid? Nem. Nem gondolom, hogy van valaki, aki ezt meghallja. Ha mondjuk mégis mondanod kéne egy vallást, ami neked mondjuk szimpatikus. Nem. Ne kezd, nincs. Kérlek, mondj nincs egyet. Olyan. Nincs olyan? Nem tudom, a krisnások olyan aranyosak, nem? Vagy nem tudom, a buddhisták, vagy... Én jártam buddhista országban is, krisna, és hindu országban is. Mindegyikről rossz a véleményem, vallási szempontból. Nagyon köszönöm, hogy,
hogy eljöttél, hiányzott nekem egy ilyen beszélgetés egyébként, tényleg, és köszönöm. Jókat kérdeztél. Volt jó kérdésed is. Ne ismerjek, kérlek, hagyj kételyek között, majd bizonytalanítsál, te abban vagy profi. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást. Egy kanapén 30 minden héten, tetszett, iratkozzatok fel, mondjatok el a véleményeteket, ha nem, akkor meg iratkozzatok le, akkor is elmondhatjátok a véleményeteket, igazából nincsen jelentősége ennek, ettől a kenyér drágábbá nem lesz, pláne, hogyha hatósági árral befagyasztjuk, ugye? Köszönöm szépen nektek még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk a jövő héten, sziasztok!